Ki volt a legjobb miniszterelnök a rendszerváltás óta? A. Antal József, B. Horn Gyula, C. Gyurcsány Ferenc, D. Bajnai Gordon. Én szerintem Gyurcsány Ferenc. Aztán valaki cáfolja meg. Aztán majd vitatkozunk. Akkor megjelöljük a C-t. Igen. Azt nem árulom el, hogy helyes volt-e a válasz. Kérem, ne! Ön melyik külhoni magyar politikust látná szívesen a magyar politikában? A. Bugár Béla, B. Kelemen Hunor, C. Csáki Pál, D. Eckstein Kovács Péter. Természetesen Kelemen Hunor. Vicceltem. Még egyszer? A. Bugár Béla. Igen, Bugár Béla. Én kampányoltam is nekik, a Hídmosztnak Szlovákiában. Nem tudom, hogy tudják-e, hogy én néha kampányolok. Bugár Béláiknak kampányoltam. Következő kérdés. Mi volt Gyurcsány Ferenc legjobb húzása az elmúlt 9 évben? A. Menekült család befogadása egy hétre. B. Beköltözés a miskolci avasi lakótelepre. C. Amikor kiírta magára, hogy én is cigány vagyok. D. A chatbot. Az egyik jobb, mint a másik. Én mind a négyet megjelölném. És természetesen mind a négy. Milyen érdekes, hogy más fénytörést kapott az újságírók tevékenysége nyomán. Na jó, nem újságírókat mondok, hanem az ellenérdekelt pártok tevékenysége nyomán. Mindegyiknek megvolt a magyarázata, illetve megvan. Akkor a közönség segítségét esetleg? Na, közönség, igen, lehet. Lehet, hogy a közönségnek kell megítélnie, és ők is fogják. Ön szerint ki Gyurcsány Ferenc eddigi legjobb nevelése? A. Molnár Csaba, B. Szarvas Koppány Bendegúz, C. Rónai Sándor, D. Miyazaki Jun. Hát én a Junt nagyon kedvelem, Miyazaki úgy hívják. Igen, tudtam. Úgy hívják. Ezek zömmel nagyon rokonszenves és jó figurák. Szerintem egyik se az ő tanítmányuk. Egyik se az ő tanítványa. Akkor egyiket se jelöli meg? Hát, ha lehet. Hát itt mindent lehet, ez egy nagyon szabad játék, és pénzt sem adunk érte, úgyhogy... Szóval nem, azt hiszem a kérdés feltevésben van egy kis hiba. És még egy utolsó kérdés. Önnek melyik elcsatolt nemzet részfáj a legjobban? A. Erdély, B. Felvidék, C. Vajdaság, D. Burgenland. Azért nagyon cseles a kérdés, mert nemzet résznek mondja. Ezek, amiket felsorolt, ezek pedig földrajzi régiók. Ugye? Igen. Tehát, ha azt kérdezi, hogy melyik földrajzi régió fáj a legjobban, természetesen erre egy nagyon hosszú válasz adható. Itt a kérdés az, hogy mi történjék az ott lakó magyarokkal, tehát nemzettestvéreinkkel. Ezek természetesen fájnak, mindenkinek fájnak, van megoldás. És ezek közül hova szeret a legjobban menni? Válaszolok. Van megoldás, ez pedig a Föderális Unió, röviden az Európai Unió. Más megoldás nincs. Tehát minden olyan lépés, ami a ottani többségi nemzetet rá haragítja a magyarokra, azzal csak rontunk. Ki kell találni egy olyan mechanizmust, ami a régiót újra együvé tartozónak tekinti, és én szerintem az lesz a megoldás. Szóval e közül a négy közül melyik területre szeret egyébként a legjobban átmenni, akár kirándulni? Hát átmenni, kirándulni például a Vajdaságban nem lehet. Oda, ha jól tudom, még kell útlevél. Hát attól még átengedik. Igen, de hát így kirándulnám be. Én mind a négy helyen többször voltam, mindegyiket nagyon kedvelem. Jelöljük meg az összeset. Rendben, hát akkor meg is lett a 1,5 millió forint. Köszönjük szépen a részvételt.